Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mik a tervei. A második kérdés, hogyan érzi magát. A harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Ez egy általános jóslás. De megvan arra a lehetőség, hogy kéri tőlem egy személyes jóslást, vagy ezt a három kérdőjeleset, vagy egy másikat, vagy felteszed a kérdésedet, ezt én e-mailben megválaszolom, kapsz egy videót ehhez álnéven, ami megjelenik a másik csatornámon, Meisterin des Kartenlegens. És ha elkészült a videó, akkor e-mailen keresztül megkapod a linket a videóhoz. A díjam minden jóslásnál 4000 forint, indiai asztrológiával együtt 10000 forint. És most rátérek a kérdésekre. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata? Ha te egy hölgy vagy, akkor rád gondol, és ott van melletted a szív, tehát a szerelem. Nagyon szép gondolatai vannak, sőt, megbízik benned, és úgy gondolja, hogy te is szereted őt. És most bepillantunk az ő érzelmi világába. A második kérdés, hogy hogyan érzi magát. Itt megjelenik ő, tehát nem csak te állsz a középpontban, és ott vagy a gondolataiban, hanem ő saját maga is érzi azt, hogy mennyire fontos ez a kapcsolat, ez a szerelem, sőt, ez a hűség kettőtök között. Azt is jelenthetik a kártyák, hogy ő szerelmes beléd, de először olyan barátilag közeledik hozzád. És milyen lépéseket fog tenni? Ez a kígyó jelenti a megújulásokat. Itt lesznek változások, ami kettőtöket illetve te biztos lehetsz, hiszen itt a pecsét. Ez a kígyó lehet egy hölgy is, mivel itt látható, hogy ő hűséges hozzád, tehát neki nincs kapcsolata ehhez a nőhöz. De lehet egy közös ismerős, és ő által üzen neked valamit, mert nem meri kimondani például azt, hogy látni akar téged, vagy vannak vágyak, és hogy szerelmes beléd. Az is lehet, hogy ez a férfi kapcsolatban lesz ezzel a nővel, aki téged ismer, és szeretné kifaggatni, és akarja tudni azt, hogy van-e remény ahhoz, hogy ti összejöjjetek. És mi köt össze benneteket? Itt látható a szerencse, tehát lesz egy szerencsés fordulat. Azt is jelenti ez a kártya itt középen, hogy boldog veled, és azt szeretné, ha te is boldog lennél. Visszatérve a kígyóra. Ez nem biztos, hogy itt nőről van szó, hiszen a kígyó az más témákat is jelent, mint például a megújulásokat, a transformációt, vagy egy gyógyító erőt. Az is előfordulhat, hogy ő ezen a területen dolgozik, mint például orvos, és vár arra, hogy te elhozd ezt a receptet. Ez a levél lehet egy recept is, és akkor örül annak, hogy lát téged, és olyan barátilag közeledik hozzád, van egy titka, hogy szerelmes beléd. Tehát több jelentése is van a kártyáknak. Sőt, az is lehet, hogy olyan mellék utakon
fog jelentkezni nálad, vagy úgy figyelget téged az interneten, akkor ez a levél utalhat a te képeidre, amit ő például a Facebookon láthat. De ami fontos, hogy megvan a hűség, a szerencse, a szerelem, és mindketten megjelentek itt a kirakásnál, és itt lesz egy gyógyító erő, egy hír, egy kapcsolat kettőtök között. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!